csapatának jádekercséről, ahol a lantúrjainak minden pendítése csodás átváltozásokat okoz, ám úgy hallgattuk mindezt, mint egy szép mesét. És lám, ez a jelentéktelen külsejű. Visszavernek a falak meg az épületet, csak gondoljunk arra, amikor egy villamos elmegy mellettünk, hogy ez milyen hangzavarra jár, meg milyen zajra, meg rezgése jár, ezeknek a hatását is jelentősen tompítja. Egyébként ezt alá tudom támasztani, mert ahol lakom, ott a házunknak az egyik oldalán hatalmas házfák nőnek, és azon az oldalon mindig hűvös. Ismert Székesfehérvárhoz, Csaphoz, ami most Kárpátaljához tartozik, és Szolnokhoz kötötték azt a vasúti csomópont jelleget. Hát éppen egy szabadságos vonat volt Szolnokon, amikor ez a szőnyegbombázás megtörtént. István ugye idegenben. Éjszakája 2011 óta van Szolnokon, szolnoki felsőoktatásban, és tegnap soha nem látott mennyiségű ember érdeklődő, és rengeteg stand volt, akivel együtt bemutattuk, hogy mit jelent a Debreceni Egyetem, mit jelent a Debreceni Egyetemhez kapcsolódó cégek, társadalmi vonatkozású dolgok itt Szolnokon. Az éleple alatt miket mutattak be, miket lehetek kipróbálni, mikkel lehetett itt meg. A kampusz itt Szolnokon, önnek meg sportsikereket mind a mellett, hogy az egyetem is jól működjön. Minden jót, viszontlátásra. Köszönöm szépen. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban. Kicsi Rigó, ma reggel aztán. Reklám ügynökséget vezető munkatársként, és azt próbáltuk megfogalmazni, hogy az elmúlt 10-15 év óriási változása a kommunikációban. Egyrészt meddig mehet, hova vált. You see when you close your eyes, maybe one day you'll understand why.
Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her. 11 évet jártam oda, viszont én hegedültem ott, és nem énekelni tanultam, de a későbbiekben lehetséges, hogy elkezdenék járni. 15 esztendős, nagyon fiatal, rengeteg minden történhet még önnel, most első gimnazista, ugye? Mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, szóval ha ez a pálya, akkor marad az ének, de azt is mondta, hogy valami mérnök pályát is kinézett magával.